10 éves jubileumi kiállítást tartott a Spiritus műhely az 5-ös 10-ben. A jövő héten lesz egy hosszabb összeállításunk a témáról, most viszont láthatnak ebből egy rövid kis kedvcsinálót. Tíz év egy alkotó csoport életében igen jelentős mérföldkő. Itt látható egy csodálatos kiállítás, amely nem tudom, de majd mindjárt elmondja, hogy jelképezi-e ezt a 10 évet. Igen, jelképezi, azt hiszem, sőt nem is 10, hanem 14 éve léptünk, mert 10 éve vagyunk itt, de már Angyalföldön elkezdtük 2006-ban. Úgyhogy mikor itt megalakult a 5-ös 10, akkor jöttünk ide. Úgyhogy ez a 9. kiállításunk itt, és minden évben van egy önálló kiállítási lehetőség egy embernek, úgy összesen, hogy kb. 18 kiállításunk volt már itt. És hát most egy fantasztikus nagy térben, eddig mindig ott állítottunk ki a kisebb térben, most egy nagy térben állítunk ki, úgyhogy ez megtiszteltetés és hálásak vagyunk érte. Hogyan kell elképzelni az alkotókör munkáját, a hétköznapokat? Hát mindenkivel egyénenként foglalkozunk, egyénre szabottan, mert mindenki más életkor miatt is, meg technika, meg tudás szerint is. Úgyhogy mindenféle ember van, mindenféle csoport. Mennyire kell profinak lenni ahhoz, hogy valaki az alkotókör tagja legyen? Egyáltalán nem kell profinak lenni, mikor elkezdi a munkáját, mert bárki bejött az utcáról. 10 évet eltölteni az alkotókörben, azért az egy elég jelentős rálátást biztosít a számodra. Milyen volt ez a 10 év? Hát hihetetlen gyorsan elrepült, de hát az alkotás folyamatában az ember az időérzékét teljesen elveszíti. Tehát ahogy az előbb mondta a csoporttársam, hogy megszűnik a tér és az idő, amikor alkotunk, de mégis a csoportban egymást inspiráljuk. Tehát egy nagyon jó közösség kovácsolódott. Igaz, hogy nem kis fluktuációval 10 év alatt, de mindig van egy törzsmag, egy 8-10 fő, aki kezdettől fogva jelen van a csoportban, és vannak, akik elmaradnak, majd visszaérkeznek, mert hiányát érzik ennek a közegnek. A művész úr úgy döntött, hogy mindenki maga dönts el, hogy mit akar kiállítani. Van, aki koncepciót, én például most éppen a házak kötik le a figyelmemet, tehát egy tematika mentén dolgozom, és ilyen munkákat állítottam ki, de van, aki válogatott az egész évi munkáiból a legjobbakat. Tehát mindenki érzése szerint prezentálta, ami szerint a legjobb. Úgyhogy tényleg nagyon színes, változatos. Ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, de mégis valahol a mester kézjegye már, hál' Istennek, megjelenik sokunk munkáiba. Tehát előbb-utóbb azt gondolom, hogy óhatatlan, hogy azonos ecsetvonások és kézjegyek és színfoltok maradjanak utánunk, hogy a Spiritus csoport az önmagát mutassa. Hogy van benne Spiritus. Hogy van bennünk Spiritus még mindig, azt gondolom, és ez nagyon jó.